Ez egy egyszerű pneumatikus szerkezet, amit a Pécsi Cipernapszky Károly műszaki technikum diákjai mutattak pénteken. Az oktatási intézményben tartották a Csernánszky Imre országos középiskolai pneumatikai versenyt. A hétköznapokban is sokszor találkoznak az emberek ezzel a szakterülettel, még ha nem is tudnak róla mindig, mondja a zsűri elnöke. Például mondjuk amennyiben olyan fűtőrendszere van a háztartásban, ahol mondjuk a termosztátokat meg lehet szólítani egy mobiltelefonon keresztül, egy wifi rendszerben, akkor ő föl tudja fűteni a házát úgy, hogy mire hazaér melege van. Vagy mondjuk egy automata sorompó, amikor közelít az autóhoz, vagy egy garázskapu rendszerben, tehát számtalan helyen, ami bizonyosan be fog következni, hogy egyre több helyen fogunk találkozni. Ugye az automatizálásnak sok szegmense van, a pneumatika egy fő szegmense. 29 évvel ezelőtt indult el ez a verseny. Időközben a technológiai fejlődést követve az újdonságok is bekerültek a feladatok közé. Kezdődött úgy, mint tiszta pneumatikus vezéréstechnika, aztán az évek során bekerült az elektropneumatika, hiszen a mai korszerű ipari rendszerekben elektromos jellel történik a pneumatikának a vezérlése. Jó néhány éve pedig a PLC-t, a szabadon programozható logikai vezérlőket vezettük be. Idén 42 diákkal rendezték meg a versenyt. Ők az ország különböző részeiről érkeztek, összesen 17 iskolából nevezték őket. A pénteki gyakorlati feladatok után szombaton hirdetnek eredményt a verseny szervezői.